A Buffalo Market régiségvásár kínálata május 16-án nagyon bőséges volt. Könyvek, bútorok, festmények, órák, motorok, lakásdíszek mellett használati tárgyak és meg annyi a múltat idéző darab várta az étterem körüli parkolóba érkezőket. Már hagyományos, hogy minden hónap harmadik szombatján összegyűlnek az antik tárgya kedvelői szerencsen. A régiségvásár lehetőséget adott, hogy a feleslegessé vált, azonban kifogástalan állapotban lévő hagyatéki örökségeket, tárgyakat megmutassák az érdeklődőknek és a vásárlóknak. A herenciás együttes inka ősökkel büszkélkedő tagjai is felléptek a régiségvásáron, műsorukkal nagyon jó hangulatot teremtettek. Az együttes fontos feladatának tekinti azt, hogy ahol csak megfordulnak, terjesszék, népszerűsítsék szülőföldjük és az őshazában maradt testvéreik az indiánok kultúráját és különleges dalait. Nehéz felsorolni a rengeteg portékát, amelyre a 30-nál több sátorban találtunk, azonban ezen felül az ínyelcek is megtalálták a számításukat, mert találkozhattak tehén és kecskesajtokkal is, melyet szívesen vásároltak, kóstolgattak. A régi motorok kedvelői is megtalálhatták számításukat, azonban a jövő iránt érdeklődők a tarot kártya segítségével megismerhették jövőbeni lehetőségeiket. A hadtörténelem kedvelői is jó helyen jártak, hiszen találkozhattak gyalogsági ásókkal, páncélokkal, kardokkal és más katonai felszerelésekkel is. Az igazi műértők a kiállított tárgyak között megtalálhatták az érdeklődésüknek megfelelő régiséget.